Korcsolyapálya átadása Hunyadi téren. Közmeghallgatás Terézvárosban. Esélyegyenlőségi konferencia az 5-ös 10-ben. Szakmai nap a 6. kerületi Vörösmarty Mihály általános iskolában. Kor, társ kiállítást rendeztek az 5-ös 10-ben. A Mikulás Terézvárosban is ajándékokat osztott. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Az idén első alkalommal korcsolyapályává alakult át a Hunyadi tér egy része. A november 30-ai megnyitón kiderült, a terézvárosiak február végéig ingyen csúszkálhatnak a 7 cm vastag jégen. És helyükre kerültek a mindenki által megcsodálható karácsonyfák is a Hunyadi téren, a Szent Teréz templomnál és a polgármesteri hivatal előcsarnokában. Már Mikulás előtt a fehér szakállú télapó szaloncukrot osztott, forró itallal és gesztenye szívvel kínálták a jelenlévőket, a hangszórókból karácsonyi dalok szóltak, a hátteret pedig a zenepavilonban felállított mindenki karácsonyfája szolgáltatta. Hassai Zsófia polgármester az ünnepekhez kapcsolódó népszokásokat elevenítette fel köszöntőjében, majd néhány ide kapcsolódó kérdést tett fel a pavilon előtt állóknak. A helyes választ adóktól tudtuk meg például, hogy a Mikulás Szent Miklós püspöktől kapta nevét, aki szüleitől örökölt vagyonát a szegények között osztotta szét. A polgármester elmondta, Terézvárosban olyan sok jó gyermek és felnőtt él, hogy nekik már november utolsó napján elkezdődhet az ajándékozás. Az önkormányzat ajándékcsomagokkal, ingyenes cirkuszi és színházi előadással is kedveskedik majd a kerület lakóinak. A rendezvényen részt vettek Terézváros alpolgármesterei. Ez az ötlet, hogy ide a Hunyadi térre egy jégpályát varázsoljon az önkormányzat. Ez 40 fokos melegbe született természetesen a júliusi nagy kánikulába, és valóban jócskán igényelt előkészítést is, hogy ma itt egy 7 cm vastagságú jégen csúszkálhassanak a gyermekek. Azt hiszem, hogy sikerült még inkább életet lehelni, hangulatot lehelni a térbe. Itt van mögöttem a karácsonyfa, amit most már kivilágítottunk, ezzel jelképesen is megkonkrétan is meggyújtottuk a fényeket a karácsonyfán, és hát egy időben átadtuk a gyermekeknek, meg a felnőtteknek is természetesen a terézvárosiaknak a korcsolyapályát, amely minden nap reggel 8-tól este 8-ig nyitva van, 8-tól 14 óráig a kerületi óvodák és iskolás gyermekek tudják használni, és délután 2-től este 8-ig nyitott a nagy közönség számára minden terézvárosinak, és természetesen szombat-vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig ugyanúgy üzemel, illetve nagyon fontos az, hogy az ünnepekben is végig nyitva lesz. Hát szenteste abban néhány órában nem, de egyébként megállás nélkül lehet korcsolyázni. És ami különösen fontos, hogy terézvárosiak ingyenesen használhatják a jégpályát kicsik és nagyok egyaránt, illetve akinek nincs korcsolyája, neki is lehetősége van itt a kis faházba bérelni. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata közmeghallgatásra invitálja Terézváros lakóit, ahol elmondhatják véleményüket, feltehetik kérdéseiket a képviselőtestületnek.
Várnak minden érdeklődőt december 17-én 17 órakor az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtér dísztermében. A magyar-norvég kapcsolatok a Manorka program esélyegyenlőségi munkacsomagjának keretében konferenciát rendeztek december 3-án az 5-ös 10-ben. A résztvevőket Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere köszöntötte. A Manorka program 2013 őszén indult, és 2016 tavaszán fejeződik be. 10 szervezet együttműködésének köszönhetően volt lehetőség tapasztalatcserére, összefoglaló kiadványok szerkesztésére, jó gyakorlatok felkutatására. A konferencia résztvevőit elsőként Schmidt Jenő, a települési önkormányzatok elnöke, TAB város polgármestere üdvözölte, majd az eseménynek helytadó 6. kerület polgármestere Hassai Zsófia mondott köszöntőt. Büszkék vagyunk arra, hogy itt, Terézvárosban az esélyegyenlőséget érintő számos területen országos szinten is előjárunk. Az elsők között vezettük be a házi jelzőrendszeres segítségnyújtást, a tini lányok ingyen kaphatják meg a HPV elleni védőoltást, ösztöndíjra pályázhatnak diákjaink, a nehéz helyzetben lévők rendszeres anyagi segítséget kapnak, a szolidaritási központon keresztül élelmiszert osztunk, a 62 éven felüliek karácsonyi csomagot kapnak, és ingyenes, kulturális rendezvényekre invitáljuk kerületünk lakóit. Legutóbb pedig éppen a napokban avattuk fel a Hunyadi téren kialakított jégpályát, amelyet a terézvárosiak ingyen használhatnak, mondta el Hassai Zsófia. A polgármester kitért arra is, hogy a 15 tagú 6. kerületi képviselőtestületben 5 hölgy kapott helyet, egy női alpolgármester és egy bizottsági elnöki segíti a munkát. Ugyanakkor Hassai Zsófia a főváros egyetlen női polgármestere néhány napja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének egyik alelnöke lett. A következőkben dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára, a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségi Munkacsoportjának tevékenységéről számolt be. A konferencián előadás hangzott el még a nők és férfiak esélyegyenlőségét megteremtő intézkedések illeszkedéséről az általános esélyegyenlőségi törekvésekhez, valamint a jelenlévők megismerhették a norvég gyakorlatot is e témakörön belül. Az Egyesült Államokban kifejlesztett komplex instrukciós pedagógiai módszerről tartottak szakmai napot december 2-án a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A csoportmunkaszervezésen alapuló tanítási módszert 20 éves kutatómunka eredményeként a Stanford Egyetemen fejlesztették ki. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Az eseményen részt vett Simonfi Márta alpolgármester is. A program magyarországi bevezetője, kipróbálója, Kovácsné dr. Nagyemese, a Miskolci Egyetem docense, egyben a helyi keresztúri iskola igazgatója ismertette a komplex instrukciós program lényegét, mintegy 70 pedagógusnak és intézményvezetőnek. Mint megtudtuk, a KIP olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. Magyarországon a programot a helyi keresztúri iskola adaptálta és vezette be elsőként 2001-ben. Hazánkban már 32 intézményben alkalmazzák a KIP-et. Van, ahol már 5 éve így tanítanak. Van hely, ahol pár hónapja próbálgatják. Ez egy olyan tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és a kifejező készség tág határok között mozog. Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában vagyunk. A mi épületünkben lévő SKOT misszió imaházában, de most egy nagyon érdekes programnak vagyunk a résztvevői. Én is ugyan a résztvevő vagyok, mint minden más.
ez egy módszertani program, a KIP program, ami kicsit kiegészítve komplex instrukciós program, csak módszertanról szól, nem tananyagról, nem egyéb nagyon tudományos dolgokról, csak technikáról. A program érdekes, és nagyon sok helyen művelik ebben az országban, rengeteg iskolában, hogy miért pont nálunk van egy ilyen országos megbeszélés. Ennek is megvan az oka, mert mi középen vagyunk, és ha valaki itt van és hallja, hogy az ország minden pontjából jöttek ide iskolák, akkor érthető, hogy valahol középen találkozzanak, Budapesten pedig mi vagyunk igazából az egyetlen képes iskola. Mi volt a mai találkozónak a lényege? A mai programnak a lényege, hogy ez a sok képes iskola, akik itt vannak, ők egy műhely munkán vannak itt, egy kis technikai megbeszélésen, végül is a saját világunkról, a KIP világáról beszélünk, hiszen ez egyre inkább terjed. Mi még az ős iskolák közé tartozunk, amikor még az egész országból csak 10 kezdtek hozzá, és mivel egyre több iskola lép be, ezért fölmerülnek kérdések, fölmerülnek problémák, amiket meg kell beszélni. Tehát ez egy országos műhely munka, amin most itt van, bár nyitott, és bárki jöhet, mert nincs ebbe semmi titkos. Ezért van itt a tévé is. A mi iskolánk munkatársai képzett emberek, kiképzett emberek, bár mindig mennek nyugdíjba, jönnek helyettük fiatal munkatársak. Itt bemutató órákkal kezdtünk. A bemutató óráink is arról szóltak, hogy milyen problémái és következő megoldandó kérdései vannak ennek a képes programnak, ezért például olyan munkatárs tartott egy alsós bemutató órát, aki még pályakezdő, még gyakornok, de a többiek bevezették ennek a titkaiba, és ő már az ő tanításuk alapján tartott meg egy órát. Biztosan nem volt tökéletes, de ne akarjuk mindig valami különlegeset mutatni. Másik munkatárs testnevelés órát mutatott, nem egyszerű dolog testnevelés órán csoportmunkákat elvégezni. Harmadik munkatársam egy osztályfőnöki órát tartott meg, ami szintén, amikor ugye ma egy minden gyerek belevág a másik szavába, mindenki úgy gondolja, hogy nála van az igazság. Nagyon nehéz dolog egy ilyen képes órát megtartani. A negyedik munkatársunk pedig táblajátékot mutatott be a vendégeknek. Hát ez már egy külön titok. Ha valakit érdekel, jön az iskolába, és megmutatjuk neki, hogy mi az, hogy táblajáték, mert gondolhatna, hogy játszanak a gyerekek. Nem olyan egyszerű az. Logikai játékban elmerülni, mindig két gyereknek part, sok-sok gyerek két külön partnerként dolgozni. Megvan annak az érdekessége, de az izgalma is. Miért tartották fontosnak, hogy a KIP programhoz csatlakozzanak? A Gábor Dénes Díjasok Klubja olyan embereket fog össze, akik annak idején az innováció területén alkottak valamit. Orvosok, mérnökök, matematikusok, biológusok, mezőgazdászok. Tehát egy elég heterogén társaság. Ezek a Gábor Dénes Díjasok egy klubba tömörülnek, és az egyik ilyen klubrendezvényen beszélgettünk arról, hogy mi a legfontosabb számunkra, mi az, ami összetart minket. És akkor a beszélgetés során kiderült, hogy a legfontosabb, amit mindjárt legfontosabbnak tartunk, az, hogy a gyerekeink milyen iskolába járnak, és milyen oktatási rendszerbe vesznek részt. És az egyik ilyen klubfoglalkozásra valamelyik kollégánk mondta, hogy hívjuk meg az MSI-t, mert hát ez egy új kezdeményezés, és hát nagyon jó eredményei voltak. Meghívtuk, és hát nagyon jó előadást tartott az MSE, és akkor megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ez ugyanolyan innovatívan gondolkozik, mint ahogy mi. Szinte a társaságunkba tartozik. És akkor elkezdtük támogatni olyan szempontból, ez nem szabad csak úgy elengedni minden nélkül, hanem támogassuk is ezt a rendszert. Akkor még ez gyerekcipőbe járt, még nem volt annyi iskolája, de az évek során ez most már, mint ahogy ez a rendezvény is mutatja, hát kiterebélyesedett, és egy nagyon hasznos kezdeményezésből egy nagyon jó vállalkozásra vált. Igazából a program 2000-ben indult, és azért helyük Eresztúról, mert
megismertük a programot egy alapítványon keresztül, de utána láttuk, hogy ez a program pont arra való, amivel mi akkor problémával már szembesültünk. A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportot nagyon nehezen tudtuk kezelni, a gyerekek rendetlenek voltak és alulmotiváltak. Tehát gyakorlatilag nekünk ez a KIP megváltás volt, de miután nem ismertük teljesen a gyökerét ennek a programnak, saját magunknak kellett felépíteni lépésről lépésre ott helyő keresztúron. Mi 10 évig foglalkoztunk a programmal, amikor elkezdődött a programnak a disszeminációja, a terjesztése, és ma már 32 iskola került ki a helyő keresztúria keze alól, vagy a Miskolci Egyetemnek a képzésében. Ebben az iskolákban vannak olyan iskolák, akik 5 éve vannak a programban, de van olyan is, aki 2 hónapja alkalmazza. Egy biztos, mindenkinek az a meglátása, hogy a leghamarabb a gyerekeknek a magatartása rendeződik, erre pár hónapot kell várni, és akkor, amikor a magatartás már rendeződött, akkor a gyerekek képesek figyelni, a figyelemnek a hatására pedig olyan folyamatok következnek meg be, ami mind a gyerek, mind az iskola szempontjából fontos. Például látványosan csökken a hiányzásoknak a száma. Ha a hiányzásoknak a száma csökken, akkor a gyerekek igazából nem kell, hogy megbukjanak, évet ismételjenek, hisz képben vannak. Ha nincs évismétlés, akkor nincs túlkorosság, és ez az iskolának is és a gyereknek is a sikere. Sok mindent megtudtunk a KIP programról, de hogy lehet oda csatlakozni, azt még nem. A hálózat egyre bővül. 10 évig csak a helyi keresztúri iskola művelte a KIP-et, aztán utána csatlakoztak be az iskolák. Ma nagyon nagy támogatóink a Gábor Dénes díjasok, nagy támogatóink a Vodafone alapítvány, Vodafone Magyarországért alapítvány, a Miskolci Egyetem, a KLIK, tehát gyakorlatilag a pályázatokon keresztül, vagy pedig támogatókat keresve kell, lehet belépni a programba. Miért? Azért, mert a programhoz tartozik egy 60 órás képzés. A 60 órás képzés az nyilvánvaló, hogy anyagi vonzata van, tehát ez mindenféleképpen erre az összeget és a forrást elő kell keríteni, de a programnak nem ez az erőssége. A pedagógusok rengeteg képzésen vesznek részt, és nem hagy nyomot. Mi nem hagyjuk, hogy ne hagyjon nyomot. Az iskolákat 3-4-5 évig utókövetjük, segítjük nekik felépíteni a tanítási órákat, és azt hiszem, hogy a titok ebben rejlik. Mint minden édesanyja, szülőanyja látogatja a gyermekeit, ha már felnőnek is, most eljöttek a Vörös Marti Általános Iskolába, itt hogy érezték magukat, mik voltak a tapasztalatok? Akkor mondhatja valaki magára, hogy ő képes iskola, hogyha pontosan azt a formát és azt a tudást adja át a gyerekeknek, és úgy, ahogy mi azt felépítettük, és ma itt ezt láttuk. Láttunk tornaórát, magyar órát, osztályfőnöki órát, tehát gyakorlatilag olyan órákat, ahol a nagyon-nagyon sok oldalról felépített és sok oldalról megtámogatott, okossággal megtámogatott órákat láthatunk. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag láttuk, hogy minden órán ugyanaz érvényesül, ami kell, a gyerekeknek a nagyon erős szocializációja, és természetesen az egyéni fejlesztése. És ez legyen tudásban lemaradt gyerek, vagy tehetséges, teljesen mindegy, mi képesek vagyunk egyszerre kezelni ezt. Hát gratulálunk a Vörös Marti iskolának! Társ címmel rendezett kiállítást Terézvárosi és Erzsébetvárosi művészek alkotásaiból a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége az 5-ös 10-ben. A tárlatot Simonfi Márta, Terézváros alpolgármestere, a szövetség elnöke nyitotta meg. Terézváros országos viszonylatban is rendkívül előkelő helyet foglal el a művészeti életben. Ennek megfelelően az önkormányzat és az általa fenntartott kulturális központ kitüntetett figyelmet fordít arra, hogy az itt élő alkotók műveit időről időre bemutassa a nagy közönségnek.
mondta köszöntőjében Simon Fi Márta, aki jó szívvel ajánlotta a közönség figyelmébe a valóban sokszínű, izgalmas kiállítást. Hangsúlyozta, a művészet minden területe egyformán fontos a városrész vezetői számára, hiszen a napjainkban született alkotások alapján alkot képet világunkról az utókor, és a rájuk testált örökségre építi rá saját értékrendszerét. Immár harmadik alkalommal rendezzük meg itt az 5-ös 10-be a kortárs kiállítást, ami a Terézvárosban és Erzsébetvárosban élő művészek kiállítása. Én csak azt tudom mondani, hogy mint mindig minden kortárs kiállítás miatt hihetetlen boldog vagyok, hiszen nagyon fontos, hogy korunk művészeit megismerjük a művészet minden területén, így zenében, színházművészetben, képzőművészetben, iparművészetben, és ez egy nagyon pici pontja ennek, de nagyon alkalmas, hogy bemutatkozzanak az ide látogató 5-ös 10-ben ide látogató vendégeknek, és nagyon fontos szerintem az a vizuális kultúrának a terjesztése és megmutatása, amit a mai kortárs művészeink tudnak. Ez legnagyobb része festészet, egy-két obzsé van, Lőrinc Győző és Bakos Ildikóé, egyik kerámikus formatervező művész, a másik pedig szobrász, de nagyon izgalmas, és mindegyik képzőművészeti alkotás és festészet is nagyon izgalmas, úgyhogy csak ajánlani és javasolni tudom Terézváros polgárainak, hogyha amennyiben az 5-ös 10 felé járnak, jöjjenek ide föl az első emeletre, és nézzék meg ezt a kiállítást. Ruiz Léna hegedűjátéka tette még emlékezetesebbé a megnyitót. Az alkotás közel hozza a képzelet által teremtett élményt, megjeleníti a láthatót és láthatatlant egyaránt. A művészet lényege mondani valójában kifejező készségében rejlik. A harmadik alkalommal megrendezett tárlattal éppen az a céljuk, hogy minél többen ismerjék meg azokat a köztünk élő művészeket, akik munkásságukkal vizuális kultúránkat formálják és gyarapítják. Bakos Ildikó, Bér Rudolf, Bálint István, Kádár János Miklós, Lőrinc Győző, Manyák Mariola, Szotyori László munkáiból válogatott kiállítást az érdeklődők január 29-éig tekinthetik meg. Terézvárosban is tiszteletét tette a nagyszakállú télapó. Pirosalma, aranyág, cukordió, mogyoró, minden volt, ami egy igazi Mikulás puttonyába való. Stábunk az 5-ös 10 udvarán, a Ficánka bölcsődében, valamint a Játékvár óvodában forgatott, lencse végre kapva az ajándékozás pillanatait. Terézvárosi Egyesített Bölcsödék Ficánka bölcsödéjében is hagyományosan várjuk a Mikolást. Természetesen először megengedjük, hogy a családokban fogadják a gyermekek az öreg jóságos télapom jelenlétét, és az elkövetkező napokban érkezik meg hozzánk is a csoportokba. Az 5-ös 10 kulturális pályázatán nyert összegből egy zenés bábos műsorral keltettük föl a gyermekek érdeklődését a télapovárásra, utána pedig elindult a mi igazi télapunk, hogy meglátogassa a gyerekeket és szaloncukrot osztogasson nekik. Ezeket az élményeket a gyerekek az elkövetkező napokban is el szokták nekünk mesélni. Délután már a szüleiket ezzel az eseménnyel várják. A következő napokban pedig még a kisgyermeknevelők a napi beszélgetések kapcsán rákészülnek, hogy az emlékképeket meg tudják őrizni gyermekeink. A Terézvárosban minden évben találkozom a gyerekekkel, és egy nagyon különleges ez a kerület ilyen szempontból, hiszen ide soha nem hozok virgácsot.
Hát igen, itt van a Krampusz is. Neked is ugyanez a véleményed erről? Hát én kicsit sajnálom, hogy nem osztatok virgácsot, hiszen ez a kedvencem. De hát vannak olyan helyek, ahova kell, és vannak, ahova nem kell. Mai ünnepi napunk címe Mikulásvárás és adventi készülődés. Hogyan is kezdődött ez a napunk? Reggel megérkeztek a kisgyermekek az óvodába, és mindenki a szorgos kis kezével kitisztította a csizmáját, cipőjét, vártuk a Mikulást, aki 9 órakor meg is érkezett hozzánk, és valóban telerakta a kis szép cipőket ajándékkal. A gyermekek nagy örömére dallal, énekkel fogadták a kedves kis Mikulás bácsit külön-külön a csoportokban. Egy ajándékot is hozott, egy nagyon-nagyon aranyos bábelőadást, amely természetesen ehhez az ünnephez kötődött. Ezt követően kisgyermekeink ebédeltek, pihenni tértek, és a mai délutánon ismét folytatjuk ünnepünket. Egy icipicit az adventre is készülődünk már természetesen, hiszen advent második hete van. Kint az udvarra terveztük ezt a mai délutánt, vendégeket várunk, anyukákat, apukákat és nagyszülőket is természetesen. Élő Betlehemet állítottunk föl az udvarra, állatsimogatással egybekötve. A nagycsoportosaink előadják a betlehemes játékot, ünnepi vásárral is készültünk, és ezen kívül megvendégeljük az ideérkező szülőket, nagyszülőket teával, forralt borral és egy kis zsíros kenyérrel ünnepeljük az adventi együttlétet. Bojtos, sapkás télapó Magyarországon a püspök süveges Mikulás alakjával egybemosott képzeletbeli, de eredetét tekintve nem a keresztény néphagyományban meghonosodott mesefigura az alapvetően keresztény ihletésű karácsonyi ünnepkörben. A télapó alakjának és különböző kultúrkörök hagyományaiból összegyúrt legendájának mai formája fokozatosan alakult ki a különböző európai népek legendáiból. Ma milyen nap van? Mikulás. Mikulás. És a Mikulás mit hoz ilyenkor? Ajándék. És mit kell csinálni ahhoz, hogy az ajándék bekerüljön a csizmába? Lenni. Így van, jó kell lenni. És mit kell csinálni a csizmával és a cipővel? Kitisztogatni. Igen. Idén is nagy örömmel jöttem el a Játékvár óvodába az adventi készülődésre, amely ugye most közvetlenül Mikulás előtt is tart már. A gyerekek készülődnek, készítik a pici ajándékokat, a kicsike meglepetéseket. Rendkívül sok tartalmas programon vehetnek részt a gyerekek, állatsimogatás, vásár, kézműves foglalkozások. Hosszú évek óta az óvoda vezetője, Vilma néni lehetőséget biztosít arra, hogy részt vegyünk közösen itt a gyerekekkel együtt ezeken a programokon, és amikor csak tehetem, mindig eljövök, úgyhogy most is nagy büszkeséggel és örömmel jöttem el erre a programra, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagy örömmel szolgált az óvoda megkívás ezen a nagyon kedves ünnepségen. Igazán tiszta lelkű gyerekek között töltheti az ember ezt a pár óra hosszát. Ez valahol a karácsonynak az előünneplése, a Mikulás, ahol igazán nagyon kedves kis műsorral, betlehemes műsorral szerepeltek megint a gyerekek. Külön nagy öröm ez az állatsimogatási lehetőség, amit a gyerekek is és a szülők is nagy szeretettel élveznek. Kedves ötlet ez, hogy itt saját kézzel készült kis ajándékokat lehet vásárolni, mert segíteni lehet az óvodának egy kicsikét a zsebpénzét. A Mikulás szó cseh származású, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott. Addig, amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak,
Addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országunként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a lapföldön él. Szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle. Stábunk azt próbálta kideríteni, hogy hogy is van ez tulajdonképpen? A télapot mindig a krampuszok kísérik? Hát, vannak olyan helyek, ahol nem. Európában általában mi kísérjük a Mikulás bácsit, de például Amerikában erre vannak külön manócskák. Bizony, Oroszországban pedig maga a hókirálynő. Az nagyon nagy megtiszteltetés. Egyszer találkoztam vele. Tényleg gyönyörű, szép. Hogy tudsz ennyi levelet feldolgozni, és mindenkihez eljutunk? Nagyon nagy segítségemre vannak a krampuszaim. Ugye, körülbelül 1700 évvel ezelőtt kezdtem az ajándékozást, valahol Konstantinápolyban, és azóta folyamatosan gyűjtöm a krampuszokat. Na most azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy a rossz gyerekeket viszem el krampusznak. Egyén úgy gondolom, hogy nincsenek rossz gyerekek, legfeljebb olyanok, akik egy kicsit többet rosszalkodnak. Azokat a gyerekeket viszem el, és Kormos is ilyen volt, aki jó, de nagyon-nagyon eleven. Hát, és ez van. Be nem áll a szája folyamatosan. Bizony. De ezért szeretem. De ezért nem unatkozik a Mikulás bácsi a hosszú-hosszú úton. És ezért vannak nekem nagy segítségemre a krampuszok. Hát sokszor halljuk azt, hogy jön a télapó, jön a Mikulás. Mi is a különbség a kettő között? Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy végre ezt valaki megkérdezte. Én ilyenkor az egész világot körbejárom, és minden országban máshogy hívnak. Mikulás vagyok itt Magyarországon, vagy Szlovákiában, Csehországban, de Németországban már úgy hívnak, hogy Nikolaus. Az Egyesült Államokban Santa Claus a nevem, Finnországban Jóló Pukki. És vannak bizony olyan helyek, ahol úgy fordítanám le, hogy télapó, ez Oroszország, ahol így hangzik a nevem, hogy Djed Maroz. Hol vagyunk most, és mire készültetek? A Mikulásnál. Igen. Hol vagyunk, azt tudjuk? 5-10-ben. És mit hoz? Ajándékot. És ti mit tettetek azért, hogy kapjátok a Mikulástól ajándékot? Jók voltunk. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írjanak nekünk, hívjanak minket a képernyő látható elérhetőségeken. A jövő héten ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!